A múltkori részben az Adrak Castle romjainál voltunk, és most menjünk át a szemben lévő vízeséshez. Remélem, velünk tartotok ebben a részben is. Maga a vízeséshez nem kell külön átparkolnunk, a parkolóból jutottunk el a vízeséshez, egy pár perces sétával követtük a kitaposott útvonalat. Amíg felértünk a legtetejére, az is kb. 15 percet vett igénybe fényképezkedésekkel együtt. A vízesés körülbelül 20-30 méteres, ami a Loch Assint betorkollik. Pár videó részletet már láthatatok a vízesésről. Én feljebb másztam, és itt látható, hogy milyen kristálytiszta ez a hegyi patak. Mondjuk ott pont van egy műanyag, ha jól láttam, egy műanyag szemét. De nagyon tiszta a víz. Arra folytatódik tovább. A vízesésnél való rövid kitérés után folytattuk utunkat, hogy szállás helyet keressünk aznapra is. Próbálom levideózni, hogy a hegyek, a hegycsúcsok benne vannak a felhőben, de már most látom, hogy abszolút nem adja vissza, és nem csak az ablaküveg piszkossága miatt, de teljesen más szabad szemmel, mint így a videón. Menet közben, hogy így billeg a kocsival együtt. Végül találtunk egy helyet, de onnan nem volt jó a kilátás, és nem igazán éreztük a magunkénak, ezért ott csak megvacsoráztunk. Hamburgert csinálok. Hát remélem jól lesz, hamburger hús is jó. Gyorsan kocintunk egy kis bélízzel előtte. Zoli addig elpakol. Remélem jó lesz a hamburger. Meg jó, hogy van gáz. Ilyen bírai király lesz. Jó, akkor. Szia. Egészség. Áj, de jó. Én kávéba szeretem nagyon. Nagyon van, megy az elszívó amúgy, úgyhogy nem lesz olyan a kajánk. Kajánk? A ruhánk nem lesz kajaszagú. Nagyon remélem, hogy jó lesz a kaja. Még most nagyon fehérke, de jobb lesz ez. Szegény Zalit számíztam a kis sörével a létrára. Most ő a kakasülön. Ott a söribeli. Laptop, rendezgeti a képeket. Az a mi szemetünk, de kicoktuk ám dobni. Jelent azt hiszitek, hogy nem. Au. Ő is hideg van, úgyhogy nagy kabár. Elférne itt bent is, csak ő nem szereti annyira, amikor sül a kaja. A kész kaját azt szereti. A hús még mindig ott sül magának, úgyhogy... Egészségetekre! Kész lett a hamburger. Mindjárt megkóstoljuk és elmondjuk, hogy milyen lett. Van benne paradicsom, sajt, hamburger húsi. Mind a kettőnknek nagyon íz lett a hamburger, és a vacsora elfogyasztása után folytattuk az utunkat, és kerestünk egy megfelelő parkolót gyönyörű kilátással, ahol eltölthetjük az éjszakát a lakóautóban. Mégiscsak. Zolinak azt mondtam, nem videózok, de mégis. Egy ennyit, hogy ez ullapul. Itt voltunk. Úgy volt, hogy itt alszunk. Innyi kikötő, ilyen kis aranyos városka, vagy hát kikötő. A város az... Van egy benzinkutya. Igen. Egy aranyos, picike kis csendes város. De ez a legelső nagyobb, ami eddig volt, nem tudom, 2-3 órája, mióta megyünk. Igen. Lezuhanyoztunk, volt ilyen publikus PC, meg zuhanyzó, és akkor ott lezuhanyoztunk. Nagyon minimális összeget fizettünk el. Tehát 2 font volt a zuhany, és 50-50 penny a belépő a WC-re. Most mi látunk meg? Megfordulsz, vagy? Értem. Ja. Akkor... Most föltöltjük a vizet, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Szép jó reggelt! Itt vagyunk Ullapulnál. Megnéztem, ide, innen mennek kompok Észak-Írországba. De mi nem megyünk át. Nem ér el odáig ér csak el a kávéfőző, vagy ideig is érhetne, hosszabbítóval nem
vacakolunk, úgyhogy itt a kis létrám van forra víz a reggeli kávéhoz. Én már fogat mostam, itt vannak a laptop, az olyat bent gubbaszt, a kis minyos takarójába, és akkor itt van a kilátásunk, ahogy elhoztam az ajtót. Eléggé hűvös van. Az ajtó mellett elsétálok. Itt van mellettünk az út. Ott alszanak a többiek. És akkor itt vagyunk. Itt van Anna is. Ezt úgy hívják, hogy lay-by, tehát ilyen pihenő szakasz. És itt ingyenes amúgy a parkolás. Éjszaka is lehet maradni, nincsen tiltótábla. Itt eljövök ide, és itt is mutatok egy kicsit. Jó, fel kell öltözni. Ja, este találtam a lábamba, hogy bekentem. Kivételesen most bekentem a lábamat krémmel. És ahogy kentem, találtam egy kullancsot, de sikeresen Zoli kioperálta, úgyhogy ahogy néztük, a feje is meg volt a kullancsnak, úgyhogy ki is dobtuk, megöltük. Jó, na. Jó van, öltözök, már nagyon hideg van. Megint úton vagyunk, elindultunk Ullapoolból. Megkávéztunk, és most délfele vettük az irányt, ugye folytatjuk az NC 500-at, megálltunk, mögöttem egy vízesés, ilyen gyorsban nyomjuk az utat már most, mert sietni kell, mert még a szigetre is át akarunk menni. Ha valóban elhiszitek, hogy csak egy pillanatra álltunk meg, akkor még nem ismertek minket, és főleg Zoltánt nem. Pár résszel ezelőtt az egyik vízeséshez úgy jutottunk el, hogy konkrétan mi csináltunk magunknak ösvényt egy lápos területen, térdig érő fűben. Ennél a vízesésnél félig meddig volt egy kitaposott ösvény, amit majd a következő részben láthattok, és megérthetitek, hogy miért mondom azt, hogy nálunk nincs olyan, hogy megállunk egy rövid időre. Ha kíváncsiak vagytok, hogy meddig jutottunk, milyen kilátás várt ránk, és hogy milyen terepen jutottunk el a vízesésig, akkor kérlek tartsatok velünk, és a következő részben megtudhatjátok. Remélem tetszett ez a rész is, ha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha ezt még nem tettétek meg. A következő részben remélem találkozunk, addig is, sziasztok!